A Magyar Karate Szakszövetség januárban tartotta évértékelő évadnyitó rendezvényét a Patinás HM Stefánia palotában. Ezen elismerték és díjazták a tavalyi esztendő kiemelkedő versenyzőit, edzőit és kiemelkedő munkáit végző sportvezetőit is. A rendezvény díszvendége dr. Simicskó István honvédelmi miniszter volt, aki méltatta a magyar karatesport fejlődését és eredményességét az elmúlt időszakban. Dr. Mészáros János, a Karate Szövetség elnöke, MOBAL elnök nyitóbeszédében kiemelte a 2015 a Karate éve nevű programsorozatot, amelyben közreműködő szakembereket és versenyzőket is díjazták. Ezen kívül kiemelték az elért kiváló hazai és nemzetközi eredményeket is. Az elnök úr kifejtette, bízik benne, hogy a sportág ott lesz a 2020-as Tokiói olimpia műsorán, és ezen már a magyar karate sportolók is nagy eséllyel indulhatnak a rangos eseményen. A díjazottak között neves edzők és versenyzők vehették át a szövetség külön díjait, köztük a magyar VKF válogatott, kiemelten Tadiszi Marcial és Hárs Pataki Gábor, valamint dr. Szepesi Csenge friss kiokosin világbajnok is. Az immár hagyománnyá vált régi jóhangulatú csapatbajnokságokat idézték fel a Tatami Sport Csapatbajnokság néven. Január közepén a Stabilitás Sport Promotion szervezésében a HM Stefánia rendezvényközpont színház termében. Dr. Simicskó István honvédelmi miniszter fővédnöksége mellett idén először csapatkata versenyszámot is rendeztek. Az idei Csébé és Budó gálán 10 kata és kumite csapat adta le nevezését, de emellett egy Budó gála és gála műsor keretén belül látványos bemutatók és szuperfight küzdelmek is voltak. A gálát megtisztelte jelenlétével dr. Garamvölgyi László dandártábornok, valamint a közélet számos kiemelt személyisége. Rendkívül látványos katonai közelharc bemutatót is élvezhettek a nézők. Várszegi Rudolf és csapata pedig szokásos módon az aikidóba engedett betekintést. Ezt követte az egri Eszkádun Shotokan karate bemutatója, akik a csapatkatában is elindultak, edzőjük Juhász Ferenc. A kata csapat elődöntőben a vél a negyedik helyen zárt, a Seiken csapata Szenszei Német Pál vezetésével, a bronzérmes a Phoenix Várpalotáról nagyon szép forma gyakorlatot mutattak be. És közben megérkezett állandó szakértőnk Kalmár Árpád is, akit szeretettel köszöntök. Köszöntöm én is a nézőket. Itt épp a harmadik helyezett Phoenix csapatát láthatjuk. Nagyon összerendezett katát mutattak be. És itt lehet látni, hogy a férfiak mellett egy hölgy is résztvevője a triónak. Ezt követte egy katori shintoryu bemutató Prikkel Antal vezetésével. Igen, ő Japánt megjárt karatemester, és gyakorlatilag itt bemutatóztak nagyon nagy sikerrel. Majd Laca Ádám szövetségi elnök csapatával egy látványos kempó bemutató. A kata csapat döntőjét is megnézhetjük röviden. A második helyezett csapat a Miskolci Kiyokushin Klub, edzőik Veres Károly. Igen, nagyon kiélezett volt a küzdelem, ha nevezhetjük így a forma gyakorlatokat. Mindkét csapat profi felkészülés mutatott, és hát pár százat ponton múlott, hogy ki lett az első és a második. Elsőként vezettük be ezt a versenyszámot a Kiyokushin karatéban, és mint újdonság már is nagy sikert aratott. Ami viszont nem meglepetés, hogy a győzelmet Abasár együttese szerezte meg, ahol az edző nem más, mint a többszörös Európa-bajnok Tóth Attila. Itt most lehetőség volt vegyes csapatokkal is indulni, természetesen majd abban bízunk, hogy külön női és külön férfi csapatok is elindulnak a jövőben. Ez az első állomása volt ennek. Igen, itt már ugye túlnyomó részben hölgyek voltak, 2-1 arányban nyertek a fiúkkal szemben, tehát Abasár az első katában. Egy baranta bemutató Német Zoltán vezetésével. Igen, a magyaros harcművészet, a baranta sokoldalú gyakorlatait láthattuk. Majd kung fu Serflek Józseffel. Igen, hát szintén egy sokrétű harcművészetről van szó. Ezek pedig már a csapat kumite elődöntők, elsőként a Kálóczi Brencs csapata mérte össze tudását a szolnoki bajnokok es együttesével.
épp Lizák Rihárdot, a brancs egyik meghatározó versenyzőt láthattuk jobbról. Ugye itt voltak férfi mérkőzések, illetve amikor hölgyek egymással küzdöttek. Hogy állt össze egy ilyen csapatbajnoki meccs? Hát maga a csapatbajnokság három férfi és egy női versenyzőből áll. 3 perc az alapküzdőidő, és a döntetlent és a győztes meccseket számolják, és így alakul ki a végső csapathelyezés, ki jut tovább. Tehát nincs hosszabbítás, csak 3 perc, és ezeket a pontokat adják össze, így jön ki az eredmény. De ugyanaz a Kyokushin knockdown full contact szabályrendszer. És ebből a párharcból végül a siófoki csapat jutott tovább a döntőbe. A másik ágon a soproni kamikáze csapat a mérkőzött a Nyírbátor együttesével. Igen, tehát épp Szepesi Csenge és Szabó Zsófit láthatjuk, aki szintén hát a nemzetközi szinten meghatározó magyar versenyző. Csenge ugye világbajnok, ők gondolom jól ismerik egymást. Hát igen. Azért, ha más nem, akkor az edzőtáborból. Minden mérkőzés kiegyensúlyozott volt, viszont nagyon látványos parázsküzdelmeket hozott. Tehát ez egy a csapat szellemet erősítő, összekovácsoló versenyek, ezek is nagyon nagy népszerűségnek örvendenek. Itt Nyírbátori továbbjutás. A mérkőzés szünetében taekwondo bemutató volt Szalai Gábor és Békási Csaba vezetésével. Igen, az egyik leglátványosabb bemutatót láthattuk. Ez pedig már a jiu-jitsu bemutató Seres Károly csapatának bemutatásában nagyon aktív, interaktív, látványos bemutató volt. Ez pedig már a döntő, a full contact csapat döntő kümitében Kálóczi Brencs csapata, tehát a Nyírbátor együttesével küzdött. Hogyan alakult át ez a döntő? Nagyon kiegyensúlyozott és kemény testtelen küzdelmeket láthattunk, és hát mind a Siófok Kálóczi Brancs, kiemelt versenyző Lizák Rihány, vagy a másik oldalon a Karcuk Família neves versenyzői, itt például egy Vazali találatot ért el. Nagyon-nagyon pörgős és igazi full contact küzdelmeket hozott sok-sok Vazalival és Ipponnal. A felkészülés meghatározó részét képezi ez a verseny is így. Hiszen EB lesz majd jövőre világkupa, tehát fontos a megméretetés az ilyen csapat szinten meg különösen. Azért a rendkedvéért mondjuk el, hogy végülis a Kálóczi Brencs csapata szerezte meg a győzelmet, és külön gratulálunk az edzőknek is, Kálóczi Józsefnek, illetve az ezüstérmes csapat vezetőjének, Karcuk Miklósnak. Ezek után volt még egy látványos katonai közelharc bemutató a Ludovika zászlóalj prezentálásában. Igen, hát itt több irányú fegyveres, pusztakezes, önvédelmes közelharc gyakorlatokat mutattak be, éles helyzeteket szimulálva. Az eredményhirdetés előtt volt még valami, méghozzá fiatalok előadásában. Igen, ilyenkor szokásos szuperfájtokat rendeztünk. Karcuk Donát Nyírbátorról és Mócó Milán a jakuzákból, nyírbátori fiú győzött. És ezek voltak a magyar csapatbajnokság leglátványosabb pillanatai. Győzött tehát a Kálóczi Brencs együttese, második a Nyírbátor. A dobogó 3. helyen a soproni kamikáze és a Szolnok csapata végzett. Gratulálunk mindenkinek! Műsorunk 3. részében pedig a MOB nem olimpiai tagozatának díjátadó gálájáról tudósítunk. A nem olimpiai sportágak szakmai tagozata meghirdette ezt a mai évértékelő ünnepséget, és a sportágak azon versenyzőit jelölhették a díjátadó gálára, akik a sportágukban világbajnoki vagy európa-bajnoki címet szereztek, ennek hiányában pedig minimum világbajnoki érmesek vagy európa-bajnoki érmesek voltak, és hát így 22 sportágnak a jelöltje vagy kerül a mai napon díjazásra. Megszólaltatok a korábbi kitűnő úszért, a ma sportért felelős államtitkárasszonyt is.
Most szembesülve a 2015-ös eredményekkel, óriási eredményeket értek el a sportolók és az edzők, aranyérmeket tényleg kimondani is nagyon sok, 34 aranyérem a világbajnokságokon és 39 az Európa-bajnokságokon. Hogyha ezt átváltanánk az olimpiai sportágakba, akkor igen, csak a felével is meg lennénk elégedve. Úgyhogy azt hiszem, hogy az egészséges életmód és a versenyeztetés és a gyerekeknek a példa mutatása, ez mind hozzájárul egy ilyen tagozat eredményességéhez. A karatésok közül dr. Szepesi Csenge és Háspataki Gábor kapta meg ezt a kitüntetést. Óriási megtiszteltetés, azt hiszem minden sportolónak, aki ma itt lehet és díjazott, számomra is óriási megtiszteltetés, hiszen úgy gondolom, hogy még több figyelmet kapott a sportágunk, és örülök neki, hogy ennek én láttam az arca. Én több energiát kaptam ettől a világbajnoki címtől, mint amennyit elvett ott Japánban, úgyhogy még érzem magamban azt a tűzt, ami még előre hajthat. Igazából nagyon sok kedvem lenne a sportágunkat reklámozni, és a kapcsolatainkat a nemzetközi karatésokkal is, de más sportágakkal is elmélyíteni. Gratulálunk a díjazottaknak, ez volt a mai Harcművész magazin. A viszontlátásra!